Néhány hónapja jegyezték be pártként a Mi Hazánk mozgalmat, ehhez képest már most komoly tábora van, mondta Dúró Dóra alelnök a Szekszárdon tartott lakossági fórumuk előtt. A 21. században azt tapasztaljuk, hogy pártot építeni is egy nagyon gyors folyamat, hála Istennek, és társadalmi igény is mutatkozik arra az értékelvű ellenzéki politikára, amit a Mi Hazánk mozgalom magáinak val. Nem titkolt célunk volt az, hogy megújítsuk a politikát Magyarországon, és olyan értékeket behozzunk, illetve olyan témákról beszéljünk, amelyekről egyetlen másik párt sem teszi. Azt gondolom, hogy egy csoda, ami történt, hiszen példátlan, hogy néhány hónap alatt egy új politikai párt felállt. Magyarország valamennyi megyében jelen vagyunk, a főváros valamennyi kerületében ott vagyunk, és ez mutatja azt, hogy egyrészt azért nem a semmiből jöttünk, hiszen több mint 20 évnyi politikai út van mögöttünk, és hát mindenki látta, hogy mi történt a Jobbikkal, a Jobbik két felé vált, mi maradtunk az eredeti úton, a másik része, akik most a Jobbik nevet használják, ők pedig egy balliberális párttá váltak, és az elmúlt hónapokban világossá lett az, hogy két nagy politikai tömb jött létre, az egyik a Fidesz, a másik pedig az az Egyesült Balliberális Tömb, amelynek az MSZP, a Jobbik, a DK, az LMP, a Momentum a része. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy ennek a két nagy tömnek megvannak a karizmatikus és olyan vezetői, akik vitathatatlanul uralják ezt a két tömböt, Orbán Viktor és Gyurcsány Ferenc. Ugyanakkor mi azt tapasztaljuk, hogy Magyarország lakosságának a többsége az egyik kormánnyal sem Orbán kormányt nem akar, sem Gyurcsány Ferenc kormányát nem akar, tehát egyik tömbbel sem tud azonosulni. Mi szeretnénk őket képviselni, szeretnénk a harmadik oldalt megteremteni, létrehozni. Ennek volt egyébként része az is, hogy a független kisgazdapárttal és a Miéppel szövetséget kötöttünk. Ezek olyan történelmi pártok, amelyeknek a hangja hiányzik az országgyűlésből. Ha belegondolunk abba, hogy csupa urbánus gyökerű párt van az országgyűlésben, akkor láthatjuk, hogy milyen nagy a gond, eltűnt a vidék képviselete, és hát ez például a mezőgazdaságunk tönkretétele kapcsán láthattuk, hogy milyen hátrányokkal jár. Úgy tapasztaljuk, most már az országjárásnak ez a többedik állomása, hogy mindenhol vannak érdeklődők, hála Istennek, a régi nemzeti radikálisok is, a devizahitelesek is, de nagyon sok olyan úgymond kényszer Fidesz szavazó is eljön a rendezvényeinkre, akik már 2018-ban is azért szavaztak, jobb hiány szavaztak a kormánypártokra, de ha van egy értékelvű nemzeti ellenzéki párt, akkor nyitottak arra, hogy akár szavazóink, vagy akár aktivistáink legyenek. A Mi Hazánk mozgalom alelnöke második helyen van a párt EP listáján, az elnök Torockai László. Arra számítanak, hogy a május 26-ai választások után jelentős változások történnek majd az Európai Parlamentben. Nagyon bízunk benne, hogy sikerül mandátumot szereznünk, hiszen úgy látjuk, hogy minden adott hozzá, hogy ez sikerüljön. Van egy nagyon jó listavezetőnk Torockai László pártelnök személyében, aki nagyon hiteles a magyar politikában. Például az ő ötlete volt a határkerítésnek a megépítése is, így a bevándorlás ellenességnek az egyik legfőbb képviselője Magyarországon. Emellett szeretnénk hiteles ellenzéki politikát folytatni, amely értelmes akciókból és célokból áll. Például a gumiipari szakszervezetekkel közös akciónk volt egy félpályás útlezárás, amelynek következtében több helyszínen is sikerült megállapodni a munkaadóknak és a munkavállalóknak. Az idei európai parlamenti választások után az Európai Parlament összetétele alapvetően meg fog változni, hiszen a bevándorlás ellenes pártok előre fognak törni szerte Európában. Ezzel velük értékrendi alapú együttműködés elképzelhető a Mi Hazánk mozgalom részéről is, és ez az átrendeződés magával fogja hozni azt, hogy számos más kérdés, ami akár most tabunak számít az Európai Unióban, azt is fel lehessen vetni, és ezért nagyon fontos, hogy ezt a missziót Magyarországról is el tudja valaki végezni, hogy az most tabu kérdésnek számító ügyeket felvesse, és Magyarország számára előnyös pozíciókat harcoljon ki. Ezzel nagyon szoros összefüggésben van, mint a bevándorlás ügyével a demográfia, ami egész Európa problémája is, és hiába van számos pozitív kormányzati intézkedés, még mindig egyrésztről kevés, másrésztről pedig a KSH demográfiai portréjából látszik, hogy még továbbra is az aluliskolázott, tinédzserként a gyermeküket vállaló anyák azok, akik körében a termékenység leginkább növekszik, tehát a megélhetési gyermekvállalást, ami elsősorban a cigányság körében jellemző, azt nem sikerült visszaszorítania ennek a kormányzatnak is, aminek beláthatatlan következményei lesznek néhány évtizeden belül. Ez is egy olyan tabu kérdés, amelyhez nem mer hozzá
nyilvánulni a mostani kormányzat. De ennek a cigánykérdésnek a vetületei a bűnözés tekintetében, vagy az oktatás vonatkozásában is nap mint nap az emberek hétköznapjaiban megmutatkoznak, és erre is a Mi Hazánk mozgalomnak vannak természetesen javaslatai. Emellett szeretnénk azt, hogy a nemzetgazdaságunk az magyar kézben legyen, ne multicégeknek legyen kiszolgáltatva, és ezzel összefüggésben az Európai Uniós tagságunkról is kellene egy mérleget készíteni, hogy azok a források, amelyek Magyarországra érkeznek, azok milyen részben jutnak el valóban a magyar emberekhez, a magyar munkavállalókhoz, és milyen mértékben szolgálják a multinacionális cégeknek a profitját. A Mi Hazánk mozgalom egy több mint 30 oldalas kiáltványban foglalta össze európai parlamenti választási programját, mely az interneten is elérhető. Az egyetlen olyan parlamenti képviselettel rendelkező párt vagyunk, amelynek nincs és nem is lesz oligarchája, állami támogatásunk pedig egyelőre még nincsen, illetve én magam is az egyetlen olyan pártelnök vagyok egyéb iránt a rendszerváltozás óta, aki egyúttal egy országos pártelnök és gyakorló polgármester is valahol vidéken, tehát nagyon komoly hátrányban vagyunk a versenytársainkkal szemben. Én mégis azt gondolom, hogy az a hit, az a lelkesedés, ami emögött az új politikai mozgalom mögött van, ez azt tudja eredményezni, hogy néhány hónapnyi munka után, hiszen még csak szeptemberben történt meg a hivatalos bejegyzésünk, be tudunk jutni az Európai Parlamentbe. Ez egy akkora lökést adna, hogyha átlépnénk már most rögtön a megalakulásunk után az 5%-os küszöböt, ami az önkormányzati választásokon már nagyon-nagyon sok önkormányzati helyet és polgármesteri pozíciót jelenthet a Mi Hazánk mozgalomnak, 2022-ben az országgyűlési választásokon pedig már megkerülhetetlen erővé válunk.